Tulajdonképpen a politikai irányítás az olyan kormányoknak a kezébe tud kerülni, akit ők akarnak. És ez az új világrendnek egy nagyon fontos eleme, hogy a politikai irányítás is végig az ő befolyásuk alatt maradjon. És ezt is végrehajtották. Tehát a nemzetállamoknak az úgymond megtörését azt végrehajtották, és már csak egy utolsó dolog maradt nekik, az pedig a vallásoknak az uralma. Ezt is megkezdték az 1700-as évek végétől, és folyton szivárogtak be különböző egyházakba, és az emberek is egyre magasabb pozíciót értek el, és ezt a katolikus egyház ezt fel is ismerte. És az évszázadok alatt folyamatosan hoztak olyan szabadkőműves, illetve háttérhatalmi szervek ellen olyan vatikáni zsinatokon hoztak meg olyan szabályokat, hogy ezeket megpróbálják kizárni, és egészen mostanáig II. János Pál pápáig ez így működött. Aztán János Pál pápa azt mondta, hogy már nem jelent olyan nagy veszélyt a szabadkőművesség a katolikus egyházra, ezért ezeket az üldözéseket úgymond le lehet venni. Na, innentől kezdve elhárult az akadály a vallások elől is, és megérkezünk a mostani időinkbe, ugyanis a három fontos fejezeten, amit Adam Weishaupt kitalált, mind a három fejezeten végigéltük, és most derült ki az 1900-as években, hogy van egy negyedik, ami kimaradt, amire akkor még nem gondoltak, mert ugye más volt a rendszer. Az pedig az információ és az emberi szabadságnak a korlátozása, és a felügyelete, a teljes felügyelete. És ezért ez a digitális, most kialakult digitális informatikai rendszer teszi azt lehetővé, hogy különböző technológiákkal, amiről itt a professzor asszony is beszélt, különböző részecskékkel hatalmas befolyást tudnak gyakorolni az emberi szervezetre és az emberi gondolatokra is. Tehát akár a közösségi hálókon keresztül, az 5G hálózatokon keresztül mindenki megfigyelhetővé válik. Az információnak az a része a legfontosabb, hogy ki mit akar, milyen céljai vannak, kit állít maga mellé, és hogy lehet ezeket az embereket kivonni ugye a forgalomból. Na, erre dolgozzák ki ezt a mostani rendszert, és ez az új világrendnek az a legutolsó és legfontosabb része. Ugyanis azt látjuk, hogy ahogy haladnak előre a terve, ezek nagyon szépen kidolgozták 15 perces városokat, korlátozásokat, akkor mindenféle, ugye eltörölik a készpénzt, helyette bevezetik a digitális fizetőeszközöket, a szociális kreditrendszert, ami ezzel össze lesz kapcsolva. Tehát, hogyha te rosszul viselkedsz, vagy nem azt a programot mondod a közösségi hálón, amit ők szeretnének, akkor szépen zárolják a számlád és véget. És a magántulajdonnak a megszüntetése. Ezt letesztelték, a magántulajdon végleges megszüntetését a kommunista diktatúrákkal a világon, mindenhol. Ugyanis ott végrehajtották az államosítást, erre mi is kristálytisztán emlékszünk 1950 után. Mindenkitől mindent elvettek, szó szerint. És az emberek ezt hagyták, akkor is. Volt egy 56-os forradalmunk, amikor ezzel nem vérbe folytották. Erre készülnek most is. De most nem erőszakos úton akarják ezt megtenni, hanem törvényekkel. Ezért kell nekik ez a digitális valuta, ez a digitális fizetőeszköz, mert hogyha kivonják a készpénzt a forgalomból, és elveszik az embereknek ezzel a szabadságát, akkor mindörökre függővé válik az ember a rendszertől. Tehát, hogyha ha bármit mondjuk összekapcsolunk ezzel a dolgokkal, ha nincs készpénz, hanem csak digitális fizetőeszköz van, és mondjuk zárolják a digitális számláját az embernek, akkor mi történik? Hát tartozásai keletkeznek, mert ugye fizeti a villanyszámlát, a részleteit, hogyha van neki hitele, sok minden rezsi kiadása van, ezeket egyből nem tudja kifizetni. Hát ugye nem fér hozzá a számlájához. Készpénze meg már nincs. Tehát egy csapással eladósodik az ember, és onnantól kezdve a magántulajdona, amire ezek a fedezetek vannak, a háza, az ingatlan, a telke, a fedezete viszik el tőle. És onnantól kezdve nincs magántulajdon. És azt hiszik erre egyébként a milliárdosok meg a gazdag emberek, hogy ez jó, hát ez majd a szegényeket érinti, minket nem érintenek. Én azért belegondoltam és bele is olvastam abba, hogy Kínában mit csináltak tényleg a gazdagokkal, aki úgymond rendszeren kívül volt. Hát átváltották az ő pénzüket is, a milliárdjaikat digitális pénzre, csak elfelejtették közölni velük, hogy 3 hónap után lejár.
A rendszer csak azokat az embereket tartja meg milliárdosnak, akiket ők akarnak, a kiválasztottakat. Most itt nálunk, hogyha vannak ilyen gazdag, befolyásos vállalkozók, akiknek azt mondja, hogy van egy milliárdos vagyonom, de én nem állok a kormány mellett, vagy bármi, nekik is át fogják váltani a valutájukat, csak aztán 3 hónap múlva az 1 milliárd forint lejár, és ha nem költöd el, véget. Na így lesz a milliárdosokból is hétköznapi ember. És ezt elfelejtették ugye elmondani a gazdagoknak. Na most, hogy ezzel nem mit tudunk tenni, mert az előadásnak a lényege az, hogy nem csak, hogy megismertessük azt, hogy mivel állunk szembe, hanem mit is tudunk ezzel ellen tenni, és nagyon örülök neki, sokan közönök közül biztos nem voltak itt tegnap este Kis Nitály előadásán, hogy legyen Péter vagy az ön ellátja, akivel én is beszéltem személyesen, hogy mi is a megoldás erre, vagy mit tudunk ellene tenni. Ő nagyon jól elmondta, hogy ez egy nagyon-nagyon kemény rendszer lesz. És itt a társadalom és az embereknek az összefogására és az összefogás ereje lesz az, ami meg fogja határozni, hogy ezt az egészet át tudják-e vinni, vagy nem. Ő is azon az elven van, amit én is gondolok. Összetartó közösségeket kell hozni, lehetőleg kisebb településeken, nem nagyvárosban gondolkodjunk, kisebb településeken, és az embereknek egymással is össze kell fogni, össze kell tartani, egymást kell segíteni, és a végén sajnos ezt nem fogja hagyni a hatalom, szembe fognak szállni velünk. Hát a férfiaknak talpukra kell állni, és meg kell védeni a kis közösséget, a kis családot, mert nem lesz más választásunk. És én azt gondolom ennek ellenére, hogy ez a rendszer ez még mindig megállítható. Mert emlékszem rá, amikor ugye még a koronavírus előtt voltunk, az ilyen hasonló beszélgetések, azok nagyon-nagyon kevés ember előtt zajlottak, szinte senki nem akarta felismerni ezt a veszélyt, és pont ez a koronavírus pandémia volt az, ami egy atomrobbanással ért fel a társadalomban az ébredés folyamán. Az emberek rádöbbentek arra, hogy óriási bajba vagyunk, és egyre többen vagyunk. Ez a szerencse. Itt is látom, hogy körbeállnak a sátor körül, be se férünk, annyian vagyunk. Még mindig nem késő ébreszteni az embereket, én azt gondolom. Még addig, amíg a mozgásunkban nem korlátoznak bennünket teljesen, és a teljes szólásszabadságunkat el nem veszik, mert ugye ez benne van a tervükben, vagy a közösségi hálókról is, és mindenhonnan kitiltanak olyanokat, akik nem azt a propagandát fújják, amit ők akarnak. Ebből sok se kivételek. Mert ugyanis az a helyzet, hogy vannak olyan politikusok, akik azért még a mi oldalunkon állnak, azért mindenki nem az ő emberük, de nagyon nehéz küzdelem előtt állunk, és én azt gondolom még ennek ellenére is, hogy ezt meg lehet állítani. Nem szabad hagyni, védjük a készpénzt, a legfontosabb. Ez az egész új világrendrendszer, ez arra épül, hogy kivezetik a készpénzt a forgalomból. Már szomszéd országokban mutatkozik példa arra, hogy meghagyják a készpénzt, és azt mondják, hogy alkotmányosan védik meg a készpénz használatát. Nekünk itt Magyarországon a magyar dolgokkal kell foglalkozni, és nekünk a magyar pártokat és a magyar irányító vezetőket kell, ha máshogy nem rá kényszeríteni azt, hogy igenis legyen a készpénz Magyarországon is alkotmányos védelem alatt. Én tovább mentem, mert legutóbb, mikor idén, azt hiszem, hogy februárban igen, amikor beterjesztettük, illetve kértük a Mi Hazánk képviselőit, hogy az alaptörvény módosítást kezdeményezzék a készpénz használata, ugye ezt lesöpölte a parlament a szavazáson, ugye a baloldaliak tartózkodtak a Mi Hazánk mellette szavazott, a fideszesek pedig lesöpölték a 2/3-dal, ugye megvolt ez a szavazás, nem sikerült, de nem fogjuk feladni, tehát tovább kell menni, és mert ez a kulcsa mindennek, ugyanis ha a készpénz kikerül a piacról, akkor onnantól kezdve mindenki beterelhető mindenhova. Megtörténik az a függőség, amivel egyszerűen elzárják a számlákat. Láttuk, hogy mi történt itt, mondta a professzor asszony is Hollandiában. Nekem közvetlen ismerősöm van Hollandiában, aki kint él és végignézte, hogy ott mi van. És vannak ismerősei, akik ilyen gazdaságot működtettek, és azt mondta, hogy hát forintba átszámolva 100 milliós bírságokat kapnak a holland gazdák, akiknek a traktorait lefoglalták, akik részt vettek a tüntetéseken. Az egész kicsitől kezdve a nagyobb gazdákon át mindenki. 100 milliókat szabnak ki rájuk bírságot, és lefagyasztják a számláikat, és vége. Van, akitől a gyerekét elveszik. Elvették tőlük a gyereket, azt mondták, hogy azért, mert a szülők azzal, hogy a tüntetéseken részt vettek, veszélybe sodorták a gyerek fejlődését.
Tehát kiskorú veszélyeztetését követtek el, mert az ő álláspontjuk ugye az, azt tanulja a gyerek, hogy szembe kell szállni a kormány, és az nem jó. És elveszik tőlük a gyereket. Tehát mindenre képesek. És ez, ahogy el is mondtam, ez egy világdiktatúra lesz. Mindenkinek kötelessége szembeszállni ezzel. Nem csak azoknak a keveseknek, akik mi itt vagyunk, hanem még többünknek. Mert ha valaki meg tudja állítani ezt, akkor az egyszerű emberek, a kis emberek. Én örülök neki, én nem vagyok professzor, meg tudós, meg mi egy hétköznapi ember vagyok, de mégis itt vagyok, és mégis küzdök az ellen, hogy ezt a rendszert valahogy megállítjuk, és én azt gondolom, hogy a végén meg is fogjuk tenni, mert mi vagyunk az erősebbek. Mi vagyunk az erősebbek, és mi vagyunk. Higgyünk ebben. Bízzunk ebben. Az Isten mellettünk, akkor ki ellenünk. Nagyon szépen köszönjük Bocska Istvánnak ezt a kimerítő új világrend ismertetését, és kérem.